Jézus Krisztus tanításainak, gyógyításainak, csodatételeinek hét híres helyszínét szerették volna bemutatni a pécsi hetednapi adventista gyülekezet tagjai a Jézus hét programsorozat keretein belül. Ki tartja a pécsi Jézus hét programsorozatot? Heli Otamó Csizmadia. Hát két dolog kiderül a nevéből, egyrészt, hogy külföldi, Finnországból jött, a másik pedig én is Csizmadia Róbert vagyok, a feleségem. Ő volt az előadója ennek a sorozatnak. Miért pont ő? Ennek az az oka, hogy amikor éppen a Szentföldre készülődtem, sikerült kórházba kerüljek, és mivel ő is lelkész, ezért úgy gondoltuk, hogy milyen jó, akkor ő megy el helyettem, és hogyha már ő ment el, akkor őneki vannak azok az élményei, amik ennek a sorozatnak a színesítéséhez és élményszerű bemutatásához szükségesek. A pécsi hetednapi adventista egyház miért próbál egyre több programmal nyitni a pécsi lakosok felé? Úgy gondolom, hogy van nagyon sok olyan kincsünk, amit érdemes megosztani másokkal, és aminek mások is ugyanúgy örülnének, mint ahogy mi örülünk nekik. És hát ez a szolgálat vágy hajt bennünket, illetve az, hogy most volt lehetőségünk erre, hogy ezzel a programmal előlépjünk, akár anyagi szempontból, akár épp az idő úgy tűnik most ért meg erre. A pécsi programsorozat egy másik programmal is kiegészül. Mi is ez? Egy plakátkiállítás Jézusról, ugyanerről a hét helyszínről, egy művésznek a szemén keresztül próbálja megragadni Jézus életének és üzenetének a lényegét. Miért pont plakátokkal próbálják még illusztrálni ezt a hét pontot? Sokat gondolkodtunk, hogy mit is tegyünk, de mivel van egy nagyszerű művész, Mulay Sándor, aki pont itt a Pécsi Egyetemnek a művészeti karán végzett, és jó barátok vagyunk, beszélgettünk róla, hogy mi lenne, hogyha meg tudná ezt fogalmazni, hiszen egy kép, az, ahogy mondást tartja, többet mond ezer szónál. Ön a Szentföldön járt. Milyen élményekkel tért haza? Nagyon nagy boldogsággal töltött el az, hogy eljuthattam azokra a helyekre, amelyeket a Bibliában több helyen olvashatok. Jézus útjait én is bejárhattam, végig mehettem azokon az utakon, ahol ő járt. Mit tapasztalt kint? Milyen élményei voltak? Mit tudott hazahozni a magyaroknak onnan? Úgy érzem, hogy feltölthettem élőképpel a képzeletemet. Amikor a Bibliáról beszélek, akkor képek jelennek meg bennem, amiket a bibliai szöveg hozott létre bennem. Az utam során láthattam ezeket a helyeket a saját szememmel, úgy, ahogy 2000 évvel ezelőtt Jézus is látta. Különösképpen a Galileai tó. Látni ott az erdőket, a tavat, úgy éreztem magam ott, mintha otthon lennék. Azon a helyen, ahol születtem és felnőttem, ott is ugyanilyen tavas erdős vidék van. Ezért a gyermekkoromat juttatta eszembe. A Szentfölddel kapcsolatban egy előadás sorozaton vesz részt. Ön az előadó. Miről is szól ez az előadás sorozat? Talks about Jesus. Who Jesus is? Jézusról szól. Arról, hogy kicsoda Jézus, és hogyan viszonyul hozzánk. Miért jött, és mit tett értünk. És különösen, hogy kora társadalmának jelentéktelen tagjai is mennyire fontosak voltak számára. Ennek a programsorozatnak az a neve, hogy Jézus hét. Hogyan tartozik össze Jézus és a hét? It comes together with Jesus. Úgy tartozik össze, hogy azt jelenti, Jézus tökéletes. A hetes szám a Bibliában a tökéletesség jelképe, tehát Jézus tökéletes. Azután hét helyszínre látogatunk el Jézussal, tehát ez egy hét a tökéletes Jézussal. Úgyhogy fognia kellett a feleségét, és el kellett indulnia délre. Now Mary probably collected some fruits and some food with them. Egészen biztos vagyok, hogy Mária elkészítette egy kis ételt, meg egy kis gyümölcsöt az útra. And one of the best fruit to take with you. It's small, it's sweet, loaded with energy, and that's the date. És ott az egyik legjobb étel az útra, ami kicsi, mégis sok benne az energia, és édes, az a datója. It tastes wonderful. Hihetetlenül finom.
And now they've prepared, but they have a problem. Elkészültek, de egy következő gond. Can Mary walk the full 150 kilometers? Vajon Mária 250 kilométert gyalog végig tudja gyalogolni ebben az állapotban? Now Bible doesn't say anything about this. A Biblia erről a részletről nem árul el semmit. But many people have been thinking that maybe they had a donkey to help them on the way. De nagyon sok ember feltételezi, hogy bizonyára volt egy szamaró, aki segíthette őket ezen az úton. Milyen állomásai vannak ennek az előadás sorozatnak? We of course start from his birth, from Nazareth. Természetesen Jézus születésétől indulunk el. Betlehemtől és Názarettől térünk át, Sikárba és Jerikóba útunk során. Ezeken a helyeken nagyon érdekes emberekkel találkozott. Innen folytatjuk a vándorlást Kapernaumba. Ez az a hely, ahová beköltözött Jézus. Ezt a várost az ő saját városának nevezték. Ennek a településnek a környékén sokat dolgozott Jézus. Elsősorban a Galileai tónál. Kapernaumot elhagyva utunkat délre folytatjuk, ahol megmásszuk a megdicsőülés hegyét. Egyre közelebb kerülünk Jeruzsálemhez Betánián keresztül, és végül a kereszt halálával fejezzük be. Mi a céljuk ezzel az egész programsorozattal? I hope that people who come here get to know Jesus better. Azt remélem, hogy akik eljönnek, jobban megismerik Jézust, hogy kicsoda ő, és megérzik, hogy milyen jó beszélni hozzá, megismerni és elkezdeni bízni benne. Ezt szeretném, ha megtanulnák, akik eljönnek. Hogyan szeretné bemutatni Jézus Krisztust azoknak, akik ide eljönnek? Szeretném történeteken keresztül bemutatni Jézus életét. Ő maga is történeteken keresztül tanított, példákkal szolgált, és őt is történeteken keresztül lehet jobban megérteni. Azért lehet jobban megismerni a történeteken keresztül, mert ezek úgy mutatják be, mintha egy lenne közülünk, így könnyebb megérteni, hogy Jézus megközelíthetőbb és elérhetőbb, mint bármelyikünk. Máshol is tartott előadást. Hogyan fogadták Önt ezzel az előadás sorozattal kapcsolatban? Everybody was very kind and very. Mindenki nagyon kedves és közvetlen volt. Úgy tűnt, hogy a hallgatók örülnek annak, amit megtudtak Jézusról. Remélem, hogy magukkal is vitték a szívükben, és gondolnak rá minden nap e hét után. Önnek mit jelent, hogy elmehetett a Szentföldre, és most beszélhet róla? Lelkész vagyok, és Isten arra hívott, hogy Jézusról beszéljek, és Jézus áldozatára, hogy mit tett értünk, hogyan szabadított meg bennünket. Azért utaztam ezekre a helyekre, hogy megismerjem őt. Járjak azokon az utakon, az ott látottak alapján én magam is tanuljak, és megoszthassam másokkal ezeket a tapasztalatokat, hogy jobban megismerjék Jézust. A hetednapi adventista egyháznak miért fontos ez a programsorozat? Fontos, és mindig is fontos volt számomra, hogy Jézusról beszéljek, hiszen a megváltás, a szabadság, amit ő ajánl, az oka annak, hogy az egyház létezik. Ezért szeretnék minél több embert elérni, hogy végül, amikor Jézus visszajön, mindenkinek felajánlhassa, hogy szemtől szembe találkozzanak. Everybody the chance to see him face to face.